Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! A Hit Kapuja című műsort hallják. Kindelman győző szerkesztő társam sajnos nem tud itt lenni a mostani alkalommal egyéb családi elfoglaltságai miatt, úgyhogy a mostani műsorban egyedül fogok megpróbálni beszélni, főként az egyház, illetőleg a szentségek titkáról. A legutóbbi alkalommal beszéltünk arról, hogy Krisztus egyházat, közösséget akart alapítani, amely az ő örömhírét hirdeti, és a jelenlétét hordozza, a kegyelmi kincseit továbbadja az idők végéig. Tizenkét tanítványt választott ki annak mintájára, hogy az ószövetségi Isten népének is tizenkét törzse volt. Ezzel is jelezte, hogy ő egy új Isten népét akar megalapítani, egy új népet, amely majd az Úristen jelenlétét a világban hordozza. A tanítványokat így küldte szét, így olvassuk Szent Máté evangéliumban. Ezt a tizenkettőt küldte Jézus, és megparancsolta nekik. Menjetek, és hirdessétek! Elközelgett a mennyek országa. Gyógyítsátok a betegeket, támaszátok föl a halottakat. Tisztítsatok meg leprásokat, üzzetek ki ördögöket ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Íme úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek okosak, mint a kígyók, s egyszerűek, mint a galambok. Nem ti vagytok, akik majd beszéltek, hanem atyátok lelke szól belőletek. Ezekkel és más hasonló szavakkal küldi Jézus ezt a tizenkettőt. Hatalmat is ad nekik, hogy a tisztátalan lelkeket kiűzzék és hirdessék az evangéliumot. És azt mondja, aki titeket hallgat, engem hallgat. Aki titeket megvet, engem vet meg. Azt ígéri nekik, akinek ti megbocsátjátok a bűneit, meg lesz bocsátva. És ennek a közösségnek egy vezetőt is ad, Péter személyében ő lesz a legelső a tanítványok közül. Péternek azt mondja, te Péter vagy azaz Kőszikla. És én erre a sziklára építem egy házamat. S a pokol sem fognak rajta erőt venni. Jézus tehát teljesen nyilvánvalóan al alakítani, alapítani akart egy közösséget, és annak látható vezetőket adott és egy látható fejet Péter apostol személyében. Nem véletlen az, hogy ez így történik. Az emberi természetünknek is része az, hogy minden, Emberi értéket társadalmi és közösségi módon tudunk megkapni, illetőleg továbbadni. Az ember lényege szerint társas lény, közösségi lény, történelmi lény. Egymás által tudunk csak önmagunká lenni. Már az emberi életet is egymáson keresztül kapjuk, a szüleinken, a nagyszüleinken, az őseinken keresztül kapjuk. Az életet senki nem közvetlenül Istentől kapja, hanem szülőkön és másokon keresztül. Ugyanígy kapjuk a nyelvünket, a kultúránkat. Az a nyelv, amin ki tudjuk magunkat fejezni, amin gondolkodni tudunk. Ez a nyelv nagyon sok nemzedéknek a gyümölcse. Ha. Tízezer évvel ezelőtt születtünk volna, akkor valószínűleg egy rendkívül egyszerű nyelvet beszélnénk, amelynek alig 100-200 szava lenne, bonyolultabb fogalmakat nem is tudnánk kifejezni. Az a nyelv, amit használunk, az gyümölcse rengeteg ember gondolkodásának, életének, tapasztalatának. Ami mai magyar nyelvünkben benne van Pázmány Péternek a prédikálása. Benne vannak a nagy költőink, Vörösmarty, Kazinci, József Attila, Pilinski. Ők alkották, ők csiszolták a nyelvünknek a szavait, amit most mi is használni tudunk. Éppen így a tudásunkat is egymáson keresztül kapjuk. Abban a tudásban, amit ma egy kisgyerek megtanul, abban benne van Archimedesnek, a törvénye benne van a Pitagórás, Tétel, Thálesz, benne van Kopernikus, benne van Einstein. Nemzedékek adják és gyarapítják az emberiség lelki kincsét. Nem közvetlenül tudjuk ezeket fölfedezni, hanem társas módon, társadalmi, történelmi módon közvetítjük a szellemi kincseket. És éppen ezért nagyon természetes az, hogy a kegyelmi kincseket is ugyanígy közvetítse az emberiség nemzedékről nemzedékre adja tovább. Nagyon természetes az, hogy egy kisgyerek a szüleitől, a nagyszüleitől tanul imádkozni. A hit kincsét is így kapjuk. A szülő és a nagyszülő illeszti össze a kisgyerek kezeit, ő tanítja meg az imádság első szavait. Nagyon természetes az, hogy a kegyelmi eseményeket az emberiség megőrzi és továbbadja, amit Ábrahám átélt, ahogy az élő Isten neki megjelent, ahogy a Mózes megkapta a tíz parancsot, és ezt továbbadták, tanították nemzedékről nemzedékre, ahogyan a proféták tanítottak, hirdették, hogy majd eljön a messiás, és ahogyan aztán eljött maga Krisztus és tanított, ezt mind az emberiség megőrizte, és nemzedékről nemzedékre továbbadta. Nagyon természetes tehát, hogy a kegyelem társadalmi módon, történelmi módon egy közösségben van jelen, amely ezt hordozza. Az Isten kegyelme így tud valóban emberi lenni, a mi természetünknek megfelelő lenni. Az ember nem csak társadalmi és történelmi lény, hanem testi lény is. A szentségekben is van egy ilyen testi valóság. A keresztségben a víz, a bérmálásban az olaj, a kézrátétel, az eukarisztiában a kenyér és a bor, vannak a szentségeknek, Krisztus szentségi jelenlétének ilyen testi kifejeződései is. Ez is rendkívül természetes. Az ember test és lélek egysége, az ember lényegileg testi lény is. A lelkünket a testünk által tudjuk kifejezni. Ha valaki például egy levelet kap külföldről, egy kedves rokontól, akkor az, ami megérkezik számára, az nem csak egy darab papír meg rajta egy kicsit tinta, hanem ez a testi anyagi jel, ez valóban hordozza annak az embernek a szeretetét, a gondolatát, a lelkéből valamit, ez a testi jel képes az emberi lélekből valamit hordozni. Vagy ha elmegyünk egy kedves barátunkhoz vendégségbe, és ő megkínál egy pohár teával, az se csak egy deciliter folyadék, hanem benne van a barátunknak a szeretete, az odafigyelése is. Még inkább ilyen látható, fogható jele az emberi léleknek, az emberi test, amin keresztül a lélek cselekedni tud. Ilyen testi jelek a hangok is, amiket kiadunk. A hangszálainkon keresztül a levegő rezgése juttatja el egy másik ember füléig azt az üzenetet, amit az emberi lélek meg akar fogalmazni. A testünk, ezek a, a hangjelzések, a hangrezgések adják tovább a léleknek a gondolatait. A test a lélek szentsége, a lélek szimbóluma amelyik a lelket hordozni és kifejezni tudja, vagy éppen így egy simogatás, egy ölelés közvetíti az ember lelkének, a lényének a szeretetét, közvetíti a lényét. Vagyis nagyon természetes, hogy ahogyan az emberi értékeket társas módon, közösségi módon és testi módon éli meg az ember, éppen így van ez a lelki értékeinkkel és a kegyelemmel is. Erről fogunk tehát a mai estén egy pár szót beszélni, a szentségekről, a szentségi valóságról, amelyen keresztül az egyházban, ebben a közösségben fogható, történelmi, társadalmi, testi, szimbolikus módon a kegyelem jelen van. Erről a jelenlétről is szól az a zsoltár, amelyik az Isten kegyelmének a forrásáról énekel, amelyhez odajárulhatunk. Mint ahogy a szarvas oda járul a forrásvízhez. Mint szarvas hű. És hallgatók a hit kapuja című műsort hallgatják, és a, az egyházról illetőleg a szentségekről hallunk a mai estén. Sokak számára a szentségek valósága olyan hihetetlen távolinak, és nehezen érthetőnek tűnik. Sokan azt mondják, hogy hogy lehet az, hogy egy kisgyermekre, egy kicsi vizet ráöntenek, és ettől bármi fontos dolog történik. Hogyan lehet, hogy ez a, az egyszerű emberi gesztus számára valóban kegyelmet közvetít? Vagy hogyan lehet az, hogy a pap kimondja ezeket a szavakat, én föloldozlak téged az Atya a Fiú és Szentlélek nevében, és ennek hatására Isten tényleg bűnöket bocsát meg. Olyan furcsának, hihetetlennek tűnik. Mások, főként azok, akik a protestáns hagyományból ö, Érkeznek, azt mondják, hogy lehetséges, hogy Jézus alapított szent jeleket, a keresztséget főként és az úrvacsorát, de a többi szentség mindenképpen csak egyházi találmány, és ezt a kettőt is egy kicsit talán másképp kell értelmezni, mint ahogy a katolikus egyház teszi, ezek csak emlékek, megemlékezés, egy szép szimbólum, azonban ennél nem több. Ezekre a kérdésekre szeretnénk a, a mai estén válaszolni. Miért ilyen szentségi, fogható módon, társadalmi, testi, közösségi módon van jelen az Isten? Miért ezt a módot választotta? Szó volt már arról a régebbi adásokban, hogy az Isten egy más létszinten van, mint az ember. Fölöttünk áll. És az ember az Istent a maga valóságában nem tudja megtapasztalni. Nem tudjuk őt úgy átélni, úgy megtapasztalni, mint a, a teremtett világnak a dolgait, mert ő egy egészen más létszinten van. Ahhoz, hogy az ember igazán meg tudja tapasztalni az Istent, ahhoz Istennek le kell jönnie a mi szintünkre. A térben és az időben meg kell jelennie, jelet kell önmagáról adni, megtapasztalhatóvá kell tennie önmagát. A kereszténységnek a hite, a, a tapasztalata az, hogy Isten ezt a lépést megtette. Ő lejött az embernek a létszintjére, mert szeretetből alkotta az embert. Azért alkotott minket, hogy önmagát nekünk ajándékozza, hogy az életét megossza velünk. Isten beletestesült a történelembe, megszólalt, megtapasztalhatóvá tette magát, önmagát akarja nekünk ajándékozni. Ennek a közeledésnek a csúcspontja a megtestesülés, ahogy Isten ember lesz. Egy emberi életen keresztül, Krisztusnak az életén keresztül önmagát adta a világnak. Ilyen értelemben magát Krisztust is szentségnek nevezhetjük. Mert egy látható jelen keresztül, Krisztus emberségén keresztül a láthatatlan Isten volt jelen. A szentségeknek ez az alap meghatározása látható jel, ami láthatatlan kegyelmet hordoz. Ebben az értelemben Krisztus maga is szentség, mert egy látható emberben a láthatatlan örök Isten, az örökige jelent meg. A teológia nyelvén Krisztus az ős szentség. Minden más szentség az ő folytatása, ő belőle fakad. Ő a forrása minden más szentségnek. Krisztus nem csak egy rövid időre akart közöttünk lenni, az Úristen azt akarta, hogy mindenkor minden embere ehhez a kegyelmi forráshoz odajárulhasson ezért Krisztus közöttünk akart maradni. Azt mondta a tanítványainak, nem hagylak árvántiteket. titeket, visszajövök hozzátok. A világ nem lát majd engem, de ti láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok általam. Azt mondta a tanítványoknak, maradjatok itt a városban, amíg erő nem tölt el titeket a magasból. Az egyháznak akarta továbbadni a maga kincsét, a szent lelket, az ő élő jelenlétét, hogy hordozzák az idők végéig. Ebben az értelemben az egyház is szentség. Mert egy látható jel, egy látható emberi közösség, a tanítványok közössége, intézmények, gesztusok, emberi szavak, az egyház is egy látható jel, de egy láthatatlan kegyelmet a Szent Lelket hordozza. Egy emberi közösség magát a Szent Lelket hordozza. Ezért is mondja Szent Pálapostól, hogy az egyház Krisztus teste. Az ő teste vagyunk, mert az ő lelke él bennünk. A teológia nyelvén az egyház egyetemes szentség. Krisztus az ős szentség, akiből minden más szentség fakad. Az egyház az egyetemes szentség, az egész világon elterjedt, mindenütt jelenlévő eszköze, műve Krisztus szeretetének, a föltámad Krisztus jelenlétének. Hogy az egyházban ez a szentségi valóság ott van, hogy Krisztus cselekszik, az ő lelke cselekszik az egyházban, ez kezdettől fogva a kereszténység hite. Az egyik korai egyházatyánk, Origenész, ezt mondta a keresztséggel kapcsolatban, a szavak, amiket kiejtünk, Isten igéjének a teste. A szavak, amiket az egyház kimond egy szentség kiszolgáltatásakor, azok testet adnak, hallható, fogható, formát adnak a láthatatlan örök igének. Ezek a szavak az örök igének a teste. Ezeken keresztül ő újra cselekszik, újra megtestesül, újra jelen van közöttünk. Szent Ágoston pedig a keresztséggel kapcsolatban mondta ezt a döbbenetes mondatot, ha Péter keresztel akkor is Krisztus keresztel. És ha Júdás keresztel, akkor is Krisztus keresztel. A keresztségnek a titokzatos kegyelme nem a papból fakad. Ott nem a pap cselekszik, hanem a szent lélek cselekszik, aki jelen van az egyházban. Ha Péter keresztel, akkor is Krisztus keresztel. És ha Júdás keresztel, akkor is Krisztus keresztel. Az egyháznak mindig is ez volt a hite a szentségekről, hogy ezekben maga Krisztus cselekszik. Jelen van az egyházban az idők végéig, mint titokzatos kegyelmi forrás, az egyház törékeny cserépedényben magát Krisztust hordozza. A szentségek közül a legelső, a szentségek kapuja a keresség. Ezzel kapcsolatban csak néhány gondolatot mondanék, ugyanis talán minden keresztény ember számára nyilvánvaló ennek a szentségnek a jelenléte az evangéliumban és az ősegyház életében. Jézus így küldte a tanítványait, menjetek az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Másut azt mondja, menjetek, tanítsátok az embereket mindannak megtartására, amit én mondtam nektek, kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. És ezt halljuk az apostolok cselekedeteiben, az ősegyház élete kapcsán is, hogy a tanítványok kezdettől fogva, akik megtértek, akik hitre jutottak, azokat megkeresztelték. Már az első pünkös napján azt a háromezer embert, akik megtértek Péter Apostol megkereszteli, mindig is a keresztség volt a belépés, Krisztus titokzatos testébe az egyházba. Ez volt az a, a szentségi történés, ami által valaki ennek a kegyelmi közösségnek, az egyháznak tagjává lett. A keresztség mellett azonban egy másik szentség is megjelenik, ami sok keresztény felekezet számára már nem ennyire egyértelmű a bérmálás szentsége. Az új szövetség, a, a szentírás nem csak arról számol be, hogy Jézus megtisztít minket a kereszt halála által, és a keresztvíz ezt a megtisztulást, Krisztus vérét közvetíti és jelképezi a keresztség szentségében, nem csak a húsvét titka által vált meg és újít meg minket az Isten, hanem van emellett egy másik épp ilyen döntő esemény, a pünkösd eseménye, ahol Jézus a lelkét adja át. Ez a két esemény, a húsvét és a pünkösd, megfelel ennek a két beavató szentségnek, a keresztségnek és a bérmálásnak. Jézus rengeteget beszélt a tanítványainak arról, hogy ő majd elküldi a lelkét, azt mondta, az utolsó vacsorán, hogy egy más vigasztalót küld nekik az igazság lelkét, aki majd örökké velük marad. Egy másik alkalommal azt mondta, aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki bennem hisz, annak szívéből élő víz folyói fakadnak. És az evangélista megjegyzi, ezt a lélekről mondta, akit majd a benne hívők kapni fognak, mert a lélek még akkor nem jött el, mert Krisztus még nem támadt föl. Vagyis Jézus beszél a lélekről, akit majd a föltámadása után pünköstkor fog elküldeni. Az üdvösség történetének ez a két legfontosabb eseménye a húsvét és a pünköst. ennek a, a, kegyelmi kincsét adja át az első két beavató szentség, a keresség és a bírmálás. A szentségekben Krisztussal találkozunk. A mestert érintjük, a föltámadt Krisztussal lépünk kapcsolatba. Erről is szól a Boanergész együttesnek a Totus című dala.

testvérek, a bérmálás szentségéről szóltunk, és röviden szeretném azt is hozzátenni ehhez, ahogyan az apostolok cselekedeteiben ez a szentség már is megjelenik. Már az ősegyház életében világosan látjuk ennek a, a szentségnek, a szentlélek átadásának a valóságát. Az apostolok cselekedetei 8. fejezetében arról hallunk, hogy Fülöp, egy a hét férfi közül, akiket a görögül beszélő közösség számára az apostolok kiválasztanak és fölszentelnek, Fülöp elmegy és Szamariában hirdeti az evangéliumot. Rengetegen megtérnek és megkeresztelkednek. Azonban ebből a megtérésből és a keresztségből valami még hiányzik, amit Fülöp nem tudott átadni. És ezért Elhívják az apostolokat, Pétert és Jánost. És ők ketten elmennek, és ráteszik a kezüket a tanítványokra, akik ennek hatására megkapják a Szent Lelket. A keresztség után egy külön gesztussal közvetítik a Szent Lelket. Érdekes az, hogy jelen van egy Simon nevű Mágus ez alkalommal, aki látja ezt a csodálatos ajándékot, a szentlélek ajándékát, és pénzért akarja megvenni ezt a különleges hatalmat. Így mondja az apostolok cselekedete is, simon látta, hogy az apostolok kézrátétellel közvetítik a Szent Lelket, és pénzt ajánlott nekik, hogy ezt a hatalmat neki is megadják. Egy másik alkalommal ugyanezt a, az eseménysort figyelhetjük meg. Szent Pál apostol Efezusban találkozik olyan keresztényekkel, akik még csak János keresztségével vannak megkeresztelve, csak a bűnbánat keresztségével. És ugyanaz történik, mint az előző esetben Szamariában, Pálapostól ráteszi a kezét a tanítványokra, és ők megkapják a szent lelket. Látjuk tehát, hogy a keresztségtől független gesztussal, a kézrátétellel adják tovább Jézus lelkét, a pünkösdi lelket, a szent lelket. Utal az új szövetség a fölkentségre, a megkenésre is, ami tovább él a bérmálás szentségének a gesztusában, az olajjal való megkenésben. Az első János levélben ezt olvassuk, titeket fölkent a szent, mármint az Isten, az ő fölkenését kaptátok meg, és ezért azt mondja János Apostol, az ő kenete maradjon meg bennetek. Pálapostól pedig ezt írja az efezusiaknak, ne szomorítsátok meg Isten szent lelkét, akivel megvagytok jelölve. A megjelölés szintén erre a gesztusra, a bérmálás szentségének, a gesztusára, a homlok megjelölésére, a megpecsételtségre utal. Kezdetben a kereszténység együtt szolgáltatta ki a kerességet és a bérmálást, a Szentlélek ajándékának az átadását, a fölkenést. Ugyanis a legtöbb ember, aki megkeresztelkedett, felnőtt volt. És egyszerre kapták meg a teljes beavatást, a kerességet, a bérmálást és az eukarisztiát. Már a legelső liturgikus szövegünk, amelyik részletesen fönnmaradt, a Tradíció Apostolica, Szent Hipolítosnak a a műve, amelyik a római egyház liturgiáját. Írja le egy részletes imádságot tartalmaz, amely mutatja, hogyan kente meg a püspök a keresztelés után a megkeresztelt embert olajjal, és hogyan közvetítette számára ilyen módon a Szentlélek ajándékát. Látjuk tehát, hogy kezdetektől fogva a keresztségnek része volt a Szentlélek átadás, a bérmálás is. A Krisztus utáni negyedik századtól kezd aztán a keresztség és a bérmálás egymástól különválni. Ennek a fő oka az, hogy egyre általánosabb lesz a gyermekkeresség. Kezdettől fogva egyébként az ősegyházban szokás volt, hogy a kisgyermekeket is megkeresztelték olyan családokban, akik már keresztények voltak. Ha egy kisgyerek egy ilyen családba született bele, akkor sok esetben már csecsemőként megkapta a keresztség szentségét is. Ezt látjuk már az apostolok cselekedeteinek leírásában is, ahol arról hallunk, hogy például Kornélius egész háza népével együtt kereszteli meg Péter apostol. Vagy a filipi börtönőrnél is ezt olvassuk, hogy megkeresztelkedett egész háza népével együtt, és ebben nyilvánvalóan beleértették a kisgyermekeket is. Természetes is volt, hogy egy kisgyerek, aki belenő, a szüleink keresztül a keresztény hitbe, az imádságba, az Eukaristia eukarisztián való részvételbe, a szentmisébe. Természetes is volt, hogy kicsi gyerekkorától ebben a, a kegyelmi szentségi valóságban élhet. Azonban a negyedik századtól kezdve, amikor egyre gyakoribb lesz a, a csecsemő keresztelés, kezd külön válni a szent lélek átadása, amit csak a püspök végezhető az, aki a kézrátétel és az olajjal való megkenés által a bérmálás szentségét ki tudta szolgáltatni, tudja közvetíteni. Egy másik olyan eset, ahol szétvált a keresztség és a bérmálás, ez a betegek megkeresztelése volt. Szükség esetén betegeket pap is megkeresztelt, nem csak püspök. Ám ilyenkor is a bérmálásnak a gesztusa az olajjal való megkenés és a kézrátétel elmaradt. Tehát a negyedik századtól figyelhetjük meg azt, ahogyan a keresztség és a bérmálás lassanként önálló szertartások lesznek, amelyeket külön időpontban végeznek el. Eleinte nagyon kicsikorban, ahogyan a, a csecsemő keresztelés után 4 6 évente a püspök egy-egy faluban vagy kisebb településen megfordult, a korábban megkeresztelteket automatikusan megbírmálta. Első ince pápa 416-ban egy levélben erről nyilatkozik is a gubiói püspöknek egy kérdésre válaszol, és világossá teszi, hogy a presbiter a pap keresztelhet, azonban a homlok megjelölését, vagyis a bérmálást csak a püspök végezheti el. Látjuk tehát az első két szentségnek a megjelenését az ősegyház hagyományában. Ezekben a szentségekben Krisztus kegyelme van jelen, a, az ő kegyelme által valaki újjá születik, megtisztul a bűneitől, Krisztus húsvéti kegyelméből részesedik, illetőleg a pünkösdi ajándékot, a Szentlélek ajándékát is megkapja. A szentségek Isten kegyelmének a kincseit adják, erről szól majd a következő dal, Kegyelmed Úr Jézus oly végtelen. És jelzem a testvéreknek, hogy az adásunk élőadás, aki a szentségekkel kapcsolatban kérdést szeretne föltenni, vagy hozzá szeretne szólni, az bátran tegye meg. Kegyelme, Úr Jézus, oly végtelen, nem hattál elveszni bűnmében. Kereszt titkait mondtad el, és meg is írtette szívem, hogy drága fírem folyt a bűreivél, kereszt fádra titkait mondtad el, és meg is írt szívem, hogy drága fírem folyt a bűjeim.

Hello? Tessék, parancsolni. Laudétor Jézus Krisztus. Nem Tessék, parancsolni. Béla vagyok. Hello? Igen, tessék, parancsolni. Hát először is hálát szeretnék adni Istennek és Önnek a mostani előadásaiért. Azért is, hogy szülői házam, kertjén kertjének kapuja volt az első hit szüleim révén és családom révén. Nagyon örülök ennek az előadás sorozatnak. A keresztséggel kapcsolatban talán kis egyedül kérdés, hiszen erről a Kírer Imre a, a igen, csütörtökön igen. foglalkozik, és talán őt illeti, hogy a névadás, ami esetemben furcsán történt, apám nem tudott részt venni, és Józsefet mondott, de... A, keresztre vízre vívő személyek köztük legidősebb nővérem megváltoztatta és Bélára. Na én mindkettőnek örülök, és mindkét nemes védőszentemnek tekintem és fohászkodom hozzájuk, de ezzel kapcsolatban ugye egy kis mafla kérdés, hogy a keresztnevet lehet-e megváltoztatni a ma mindent változtató világban? Elnézést kérek. Nagyon köszönjük, Béla bácsi, egy, a hozzászólást, kérdés, és, és akkor rögtön próbálok válaszolni. Hadd köszönjek, igen. Először is nagyon köszönöm az első mondatait, hogy a szülői ház kapuja, az egyben a hit kapuja is volt. A portafidei, igen. Ez valóban gyönyörű, ha egy, egy ember életében így van, hogy a szülői ház olyan, mint egy, egy templom, mint egy kicsi egyház, ahol átélhetjük a, az imádságban, meg a, a szülők szeretetében az Úristen jelenlétét. Tehát valóban a, az otthon kapuja egyben a hit kapuja is lesz. Igen. A kérdésre felelve, hadd mondjam először is azt, hogy sokan talán nem tudják, hogy a keresztségi névadás az nem onnan ered, hogy csecsemőket kereszteltek, ugyanis kezdetben felnőtteket kereszteltek, de amikor felnőtt keresztség volt, akkor is adtak új nevet, ami azt fejezte ki, hogy az illető ember újjá született. Egy új ember született, meg ezért Igen. alakul ki ez, hogy egy új nevet adnak a megkereszteltnek. A keresztségkor kapott nevet pedig nem lehet megváltoztatni. Ez ahhoz hasonló, mint egy, egy titokzatos szövetség, ami létrejön egy szent, akinek a közbenjárását kérjük, akinek az oltalmába ajánljuk a megkereszteltet, illetőleg maga Isten, aki a keresztségkor örökbe fogad, és ezen a néven szólítja az új keresztényt. Tehát ez egy, egy személyes kapocsa, ami létrejön, ami nem lehet utólag módosítani. És valóban nagyon szép ez a két védőszent Szent József és Szent Adalbert, akit Esztergomban különlegesen is tisztelünk, hiszen ő ott járt Szent István királyunknak. Az egyik nagy példaképe és nevelője volt Adalbert, aki a Béla névnek a védőszentje, úgyhogy legyen büszke erre a két oltalmazóra, az egyiket, akit édesapja akart ö, adni. A másik, az akit... lett a Bérma nevem. Na, nagyon örülök. Örülök. Isten áldja Béla bácsi. Köszönöm szépen Minden a jót. módkori közbeni ö, jó kívánságát is. És hadd fejezem be egy kicsit latinos ima. Omnipotens et dominus nobiscum. De Mindenre kell Isten Béla bácsi.

Mindenre kell. Mindörökké, Nagy tiszteltel köszönöm, Mária vagyok. Tessék az más. ember vágyik az Istenre, a tökéletesre, a tökéletes szeretetre, és én, én úgy gondolom, hogy ezt szolgálják a szentségek. Igen, Istennek a legnagyobb ajándéka a szeretete, vagyis önmaga, saját magát akarja nekünk adni, és a szentségek különböző formákban, módokban magát, az Istent, adják a keresztség a megtisztulást, az újjászületést, a bérmálása, a kegyelmi életben való megerősödést, a Szentlélek általi megerősödést, az Eukaristia magát, Krisztust, a, a, leges, legnagyobb szentség, mert nem csak a kegyelmét, hanem őt magát adja. Úgyhogy nagyon jól tetszik mondani, az Úristen a szeretetét, illetőleg önmagát adja. Nagyon szépen, köszönöm, Mi köszönjük, mi köszönjük, tesszük, mi köszönjük hogy drága fére, folyt a bűne évén. Kereszt a titkait mondtad el, és megint értette szívem, hogy drága fére, folyt a bűne Szentségben élni veled, Igen, tessék már rádió. Dicséretesség. Mindre vagyok. Egy kérdésem lenne. Tessék Említette más. Püspök atya, hogy még nem jött el a Szent Hát ha kinyitjuk a Bibliát, a teremtés könyvében írja, hogy a Isten lelke levegő. Tehát, hogy ez a lélek és az a lélek, hogy ez ugyanaz a léleke. Természetesen igen, és nagyon jó ez a, a kérdés. Tehát nyilvánvalóan a Szentlélek jelen van már a világ teremtése óta. Igen. És hát halljuk azt, hogy például a profétákat és az úr lelke az, amelyik fölkeni, megerősíti, igen. ihleti. Tehát jelen van a Szentlélek már az Ószövetségben is. Sőt, hát maga Krisztus, az örök ige is jelen van. Nem csak a megtestesülés óta, hanem a bölcsességben, az igében már Krisztus is jelen van. Sőt, a világ teremtésekor azt olvasjuk a János evangéliumban, hogy kezdetben volt az ige. Igen. És minden általa lett. Vagyis ige. ott van az ige is már a teremtésben. Tehát nyilván az egész Szent Háromság kezdettől fogva a történelmünkben jelen van és cselekszik, csak ennek az üdv történetnek vannak fokozatai. Tehát amikor az ige megtestesül, az egy egészen új jelenlét, ami addig nem volt. Hogy maga az, az ige személyesen egy emberi életben, Krisztusban megjelenik, önmagát adja, a világnak. Ez egy olyan fajta jelenléte Isten igényének, ami addig nem volt. És éppen így a Szentléleknek is pünköstkor egy egészen új jelenléte valósul meg, ahogy az egyházban, a szentségekben, a lélek különleges adományaiban, a karizmákban, tehát sokféle módon egy sokkal intenzívebb és mélyebb jelenlét valósul meg, mint addig. Úgyhogy itt esik érteni, hogy jelen volt a Szent Lélek, csak nem, nem olyan mélységben, olyan intenzitással, nem olyan módon, mint ahogy pünkösd után. Igen, és ez a lélek, ez több helyen meg kis ellel van, pedig az a, a lélek, a Szent Lélek, az, az hát Isteni személy. Tehát Igen. Ez, ez is gondom, hogy miért, miért kis betű, mikor... Azért is van ez, mert az Ószövetségben a, az Ószövetség Isten nép, a zsidó nép számára, ez még nem volt világos, hogy a, a Szent Lélek isteni személy. Igen, igen. Tehát ők valahogy úgy érezték, hogy Istennek egy tulajdonsága vagy ereje. És van olyan biblia fordítás, ami erre akar figyelni, hogy hogyan értették akkor, és akkor kis Igen. De ha mi keresztény szemmel olvassuk az Ószövetséget, akkor már ott is a Szent Lelket látjuk, tehát nagyon helyes, úgy gondolom, már az szövetségben is nagy ellel írni, mert hát Igen. maga a szent lélek van ott. De ez két különböző szemlélet, tehát ez a magyar fordításban látszik ez a kicsi és nagy betű. Igen. Az eredeti Bibliában, a Héber Bibliában nem is létezett kis és nagy betű, tehát nem is volt ilyesfajta különbség. És még egy utolsó kérdésem van, hogy a nyelvek adománya, tehát most ezt olvassuk a Bibliába, de most elmegyünk egy bérmárkozásra, szóval ott, ott én még nem tapasztaltam, hogy, hogy valaki különböző nyelveken tudjon szólni. Igen, ez egy kicsit különleges adománya a Szentléleknek, amit nem mindenkinek, Igen. és nem egyformán ad meg, ahogy ezt már a Bibliában is így olvassuk, hogy a lélek különböző adományokat ad, a, a hitet, a profétálást, a, a csodatételt. Vagy a, a kormányzásban, a segítésben ö, ad kegyelmeket. Ez az első Korintusi levél 12. fejezetében mondja Pálapostól. Az is érdekes, hogy a nyelvek adományát a legutolsó helyre teszi a, a karizmák az adományok között. Ezért is jelzi, hogy talán nem ez a legfontosabb. Igen. Ma is vannak olyan keresztények, akik ezt az adományt megkapják és birtokolják, élnek vele, hogyha elmegy ilyen közösségekbe, ahol a szentlélek, karizmái különösen jelen vannak, igen. akkor ma is meg lehet ezt tapasztalni. Igen. És hát van olyan bérmálkozó is, aki vagy a bérmálás előtt, vagy után megkapja ezt az adományt. Igen, igen. Köszönjük Köszönöm. szépen! Minden jót kívánok! Köszönöm, dicséret! Hello. Igen, tessék, már hát, a rádió. Lehallgatom a rádiót, bocsánat. Tessék. Dicsértessék Mindenre Elnézést kérek az avarásért, de ha a nyelvek adományával vagyok, vannak nekem problémáim, mert mit jelent, hogy akkor több nyelven beszél, mert én valahol voltam egyszer egy ilyen karizmatikuson összejövetelen, a Kovács Gábor atyának itt volt, és ott egy gyerek egyszer csak elkezdett ilyen, ilyen tényleg ilyen, ilyen abrakadabra fölszólalni. Hát én ezt meg kicsikét nevetségesnek tartottam, hogy én nem értem ezt a nyelvek adományát, hogy ezt, ezt, hogyan lehet érteni a mai világban. Mert ott, mikor volt a nyelvek adománya, akkor mindenki megértette, de nem halancsa nyelven beszéltek. Igen, nagyon, nagyon jó a kérdés, és nem is könnyű erre ilyen hirtelen válaszolni. A nyelvek adománya az nem pontosan ugyanaz, ami pünköstkor történik, Igen. ahol sok nyelvű ember van együtt, és mindenki megérti, és e, hallja az apostolok prédikációját a maga nyelvén, hanem Szent Szentpál apostol, amikor ír erről a későbbi e, leveleiben, az első korintusi levélben leginkább, akkor világosan látjuk azt, hogy amit itt mondanak a nyelveken beszélők, ezt nem értik a többiek. Sőt, ezt is mondja Pál pálapostól, hogy ha belép közül, közétek valaki, és mindenki nyelveken imádkozik, akkor azt mondja, hogy elment az eszetek. Tehát ugyanerre gondol, érthetetlen szavakra. Máshogy azt mondja, hogy inkább mondok öt szót érthetően, mint ezret a, a nyelveken, amit senki nem ért, mert ebből nem tudtok épülni. Vagyis látszik, hogy amire itt Szent Pál Apostol gondol, ezek érthetetlen szavak, nem, nem egy másik nyelven való beszéd, hanem ahhoz hasonlít, mint amikor valaki a, az Isten közelében szinte egy kicsit az értelmét kikapcsolja, és önkéntelenül, mint egy kisgyerek, ahogy dadogva beszél, örömteli módon az Úristennek kifejezi a háláját, az örömét. Tehát egy ilyen ekstatikus, boldog, dadogó, egyszerű gyermeki ima. Ez akar lenni a nyelveken való imádság, a Szentlélek által ihletett ima. Igen, és most az nem, nem el, hogy ott, 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 volt egy, ez egy kis gyerek volt, olyan ötödik, hatodikos gyerek volt, hogy hát csak úgy brahibul, már bocsánat, a csúnya kifejezésért, most így föl, hangosan föl kiabált, és hát én, én egy pillanatra megijedtem előttem, hogy most ez meg mi. Pedig Tehát... soha nem voltam ilyen, és nekem egy Igen. kicsikét, ez, ez, ez olyan, hát picit jelleget is kölcsözött nekem ez, meg, meg kicsikét úgy éreztem, hogy jaj, most hol vagyok? <laughs> Elnézést, hogy... De, de ez Nagyon... volt bennem, és azért kérdezem, hogy majd tisztázodjon. Nagyon el. jó ez is, amit tetszik mondani, <laughs> és valóban, hogy melyik karizma hiteles, vagy egy emberben ez a, a karizma hitelese, azt nem olyan könnyű eldönteni. Igen. És hát sajnos azt is tudjuk, hogy vannak olyan, akár még spiritista körök is, ahol a nyelvek adományához hasonló dolgot tesznek. Igen. Tehát nem mindig egyértelmű, hogy egy jelenség az tényleg a szent lélektől van-e. Igen. És ez nagyon fontos meg is vizsgálni. Erre is figyelmeztet Pálapostól, hogy, hogy mindent vizsgáljatok meg, ami jó, azt tartsátok meg, a lelket kine oltsátok. Igen. És ez az apostoloknak, illetve az apostolok utódainak a feladata, hogy ez mindent megvizsgáljanak. Hogy másut azt ö, olvassuk, hogy a, a lelkeket meg kell különböztetni, mert sok hamis proféta támadt. Tehát az egyháznak mindig feladata egy kicsit ellenőrizni, hogy ezek a karizmák mennyiben hitelesek. Igen, igen. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen. Köszönöm Nagyon szépen. jó kérdést. Mind Mindrökké elment. Kedves testvérek, a szentségekről beszéltünk a mai estén, és nagy szeretettel fogadom még a hozzászólásokat, kérdéseket, de amíg nincsen következő kérdés, addig a, a legnagyobb szentségről, az Eukarisztiáról kezdünk el beszélni. De látom itt a, a technikus kollégánk jelzi nekem, hogy egy újabb betelefonálunk van, akkor őt hallgatjuk nagy szeretettel. Igen tessék, Igen, tessék, már rádió. Tessék parancsolni. Tessék, parancsolni. Igen. Dicsertessék a Mind Jézus Mindenre Hát tisztelt püspök úr, én azt szeretném kérdezni, hogy csak a negyedik századba keresztelték meg az embereket, és gyerek keresztelés nem volt, hát addig csak pogányok voltak, nem? Tehát kezdetben nagyon sokan felnőtten tértek meg, és úgy lettek keresztények, és ahogy mondtam, hogy nagyon sok esetben, ha mondjuk valakinek már volt családja, akkor azokat is megkeresztelték, a gyerekeit, az unokáit, tehát egy egész családot. Csak az nem volt még annyira szokás, hogy a Egyből, amikor valaki megszületik, automatikusan viszik és megkeresztelkedik. Ez alakul ki egy kicsit később. Tehát az, hogy a csecsemmű keresztelés általános lesz, ez a negyedik században kezd el ö, szokássá lenni. Addig felnőtteket kereszteltek meg, de nagyon sokan felnőttek közül megtértek. Tehát az ősegyház annyira életerős volt, hogy rengeteg felnőttet meg tudott téríteni, és a hitet tovább tudta adni. Igen, és hát azt szeretném mondani, hát akkor, akkor is adtak a gyerekeknek nevet, mikor még nem voltak megkeresztelve. Igen, igen, természetesen. Csak azt akartam kifejezni, hogy ha felnőttként keresztelkedett meg valaki, akkor is kapott új nevet. Tehát volt neki egy pogány neve, amit addig viselt, de a kerességkor kapott egy újat. Ami azt jelezte, azt fejezte ki, hogy ő egy új emberré lett. Igen, és akkor még azt szeretném mondani, hogy érdekes dologon az előbb a hát, egy azt, mondta, azt mondta nekem, hogy hét szentség is van, és a hétnek is hét napja van, és érdekes, ez valamilyen kapcsolatban van, egy másra vagy nincs? Hát valami tág kapcsolat van, hogy a hét az egy, egy nagyon különleges szent szám, ami a Bibliában is gyakran szerepel, és a szentségeket is ebbe a, ennek a szent számnak a keretében foglaljuk össze lehetne egy kicsikét másképpen is számolni, tehát lehetne akár mondjuk a, az egyházi rend szentségét, az három külön szentségnek is számolhatnánk, mert külön szentség a, a, diakonátus, külön a papszentelés, külön a, a püspök szentelés. Tehát lehetne egy kicsit másképp is számolni, és biztos, hogy ez, hogy hetes számot jelölünk meg, ez kapcsolatban van ezzel, hogy ez egy különleges szent szám. Igen, és akkor nem avval kapcsolatban van, hogy a egy hétbe hét nap van, a, és a hétnek a hétnapja is ezzel a, a különleges számmal kapcsolatos, meg nyilván azzal, hogy a hold ö, meg naka, a hold tölte, meg hold fogyatkozással is kapcsolatban van valami? Tehát azért egy hónap ö, 28 nap illetőleg egy kicsit több, mert a holdnak a, a járása szabja meg, és ennek az egynegyede az pontosan hét nap. Tehát így alakul ki lassanként a hétnapos hét, a hónapnak az egynegyede, és a Bibliában aztán ennek nagyon sok ö, jelentése, tehát olyasfajta értelme is van, ami a, az Istennel való kapcsolatot szolgálja, és kifejezi a hetedik napnak a megszentelése. De eredetileg a hétnapos hét az a holdnak a járásából, illetőleg ennek a felosztásából származik. Igen, és még egyet szeretnék kérdezni, hogy miért van úgy, hogy... Júliánus naptár és a Gergely naptár is. Miért van így kétféle naptár? Nagyon sokáig a Juliánus naptár az egy római eredetű naptár, és nagyon sokáig azt használta a kereszténység is, de ennek volt egy nagy nehézsége, hogy egy kicsikét kezdett eltérni a csillagászati évtől az időszámítás, ugyanis volt benne, tehát az évnek a napjai, azok nem pontosan egyeznek meg a 365 nap, nem pontosan egyezik meg a csillagászati évvel. És így lassan kezd elcsúszni a, a csillagászati év, tehát a csillagászati tél meg nyár azoktól a hónapoktól, amiket számoltak a Juliánus naptár alapján. És ezért Gergely pápa egy naptárreformot hajtott végre, tehát megújította a naptárat, hogy újra megegyezzen a csillagászati év, és az az év, amit mi a naptáron számon tartunk. Tehát ez egy, egy naptárreform volt, amit Gergely pápa rendelt el. Igen, és akkor pillanatban nem még egyet kérdeznek? Tessék mondani. Csak azt szeretném kérdezni, például a kottában meg úgy van, hogy oktáv, vagyis nyolc. És meg ugye, mintha úgy számolnak, hogy vasárnappal kezdődne a nap, és akkor a másik vasárnapig, mint ahogy a kottában, hogy CDFG, a, C, itt egy oktáv ugye az nyolc hang. Ott meg akkor miért úgy van? Igen, erre most már egészen konkrétan nem is tudnék válaszolni. A hangoknak is vannak különleges harmóniái, tehát amilyen módon az ötödik hang, illetőleg a, a, a nyolcadik hang, a harmadik hang egymással... Euh, harmóniában vannak. Ez is egy gyönyörű matematikai euh, szimmetrián és harmónián alapszik, de ezt talán jobban tudná egy fizikus vagy egy, egy zenész elmagyarázni. Nagyon köszönjük a. Kérdéseit. Érez, kérek. Egyet még szabadnak kérdezni, csak egy nagyon röviden. Annyit, hogy érdekes, hogy a görögbe a tízet dekának nevezzük. Igen. És ugye, ha valamit vásárolunk, azon ered. A cukrot, az Igen. pontosan deka, úgyhogy ez a görögből ered, görög, görög nyelv. Na, nagyon ez. tetszik ezeket tudni. Minden jót kívánok! Köszönöm szépen, kívánok. a amen! Kedves testvére, kedves hallgatók, a Hitkapuja című műsort hallgatták, hallották a mai délutánon az egyházról, illetőleg a szentségekről. Hallottunk, ezt a témát folytatjuk majd legközelebb is az Eukarisztia szentségének a tárgyalásával. Dicsértessék a Jézus Krisztus!